Az első légi felvételt 1858-ban egy francia fotográfus készítette egy lehorgonyzott hőlégballonból, 80 méter magasságból. 50 évvel később 1909-ben készült az első fénykép felvétel egy repülőgép fedélzetéről, egy ehhez hasonló kamerával. Azóta pedig számtalan ortofotó látott már napvilágot. Ezeknek és a 4 évvel ezelőtt indított fentről.hu-nak köszönhetően pedig akár azt is megnézhetjük, hogy hol és hogyan éltek nagyszüleink, dédnagyszüleink. Ezeket a különleges felvételeket, vagy legalábbis egy részüket Budapest főváros kormányhivatalának légi filmtárában őrzik. Az 1959 és 2007 között készült képeket folyamatosan digitalizálják, és próbálják a térképek pontosan elhelyezni azokat. Ezen törekvés mentén hívtak életre egy pontgyűjtésen alapuló georeferáló játékot. Az oldal indulása óta a játék végéig összesen 40.859 darab képet georeferáltak felhasználók. Tudtuk meg Braun Müller Pétertől a legjobban teljesítő játékosoknak nyereményként felkínált műhelylátogatás során. Az intézet ugye a kormányhivatal részeként 2017. január 1-e óta létezik, előtte a Földmérés és Távérzékelési Intézet volt 49 éven keresztül, és ugye itt vagyunk a Bosnyák téren a Földmérési vagy Térképészeti Székházban, és hát alapvetően foglalkozunk ingatlan nyilvántartással, mezőgazdasági parcellazonosító rendszerrel, ehhez kapcsolódóan ugye támogatás ellenőrzéssel, különböző szolgáltatásaink vannak GPS, GNSS témában, adatszolgáltatás, ugye térképi, akár topográfiai térkép, illetve ami nagyon fontos, és amiért ma itt vagyunk elsősorban, az ugye az archív légi felvételeknek a digitalizálása, illetve ezeknek is a szolgáltatása, amik egyébként ingyenesen is már elérhetőek. Pontosan kijelenthetjük, hogy a fentről.hu a mai napnak egy nagyon fontos részét képezi. 2012-ben indult, úgy tudom, az az uniós program, aminek keretében most itt lehetünk. Erről mit tudhatunk? Igen, ez egy ekoprojekt volt, ami 2014. június 30-án zárult. Ennek keretén belül a légi felvétel archívum analóg anyagának a 15%-a digitalizálásra került, és publikálásra került a fentről.hu weboldalon keresztül, és a mai látogatásnak az apropója az, hogy szerveztünk egy pontgyűjtő játékot, ugye a képeket lehet georeferálni, szerkeszteni a honlapon keresztül, és akik a legtöbb pontot gyűjtötték, azok közül 9-en kaptak meghívást erre a mai játékra, és 5-en éltek ezzel a lehetőséggel, hogy itt legyenek. Miért van szükség a képek georeferálására, szerkesztésére, és körülbelül eddig az elmúlt ideig mennyi képet sikerült átszerkeszteni, megszerkeszteni? Elsősorban azért van rá szükség, hiszen ezeknek a pontos helyét mi ismerjük, de van a georeferálásukban némi kvázi lötyögés, tehát néhány méteres pontatlanság lehet. Ugye itt félautomatikus algoritmusokkal kerülnek ezek feldolgozásra, és a felhasználóink pedig tudják ezt tovább pontosítani, illetve segíthetnek azért, hogy tényleg a valós megfelelő helyükre kerüljenek ezek a képek, és ugye ezért szükséges maga a szerkesztés. És mennyi képet sikerült megszerkeszteni? Hát nagyjából a jelenleg online elérhető archívumnak a negyedét. Nagyságrendileg most ebbe a játékba valahol 4000 kép környékén. Mennyi időbe telik egyébként egy-egy képet megszerkeszteni? Attól függ, hogy mennyire nehéz ezt a helyére illeszteni, hogyha csak picit kell mozdítani, az akár néhány perc, vagy annál kevesebb is lehet, ugye rutinosak néhány perc alatt meg tudják csinálni, viszont vannak olyan felvételek, amik például mondjuk csak megyére tudjuk, hogy hol vannak, nyilván ott akár több órába is lehet megtalálni, attól függ, hogy kinek mennyi ismerete van. Mivel még Kőbányáról érkeztünk, ezért engem kiváltképpen ez a 10. kerületi rész érdekelne. Tudunk valamilyen információval szolgálni a nézőknek, hogy ott hány darab kép, vagy miről vannak képek? Hát alapvetően úgy néz ki az archívumunk, hogy az analóg filmekkel egész Magyarország le van fedve, tehát Kőbányáról is található több felvétel, illetve annak függvénye, hogy egy-egy területről hányszor repültek, ugye úgy tudunk idősorokat felépíteni, és fejből sajnos nem tudok mondani ilyen számot, de egészen biztosan, hogy találhatóak, illetve tudunk nézni majd a régi filmtárba, illetve a digitalizáción akár kifejezetten kőbányaiakat, ha ez érdekes. Mi fog történni itt a mai napon? Elsősorban bemutatjuk ugye a légifilmtárat, az analóg felvételeinket megtekinthetik a játékosaink, illetve magát az egész szkennelésnek a folyamatát, ugye ez egy tisztítás előzi meg, titkosításoknak a feloldása gyakorlatilag, magát a szkennelést tekinthetik meg, illetve egy kis háromdimenziós bemutatót is, hogy ne csak az analóg a régi világot lássuk, hanem a mai modernitást is. Mit fognak ők kapni a mai nap végén?
Ugye a legjobb 15 játékosunk ajándékcsomagban részesül, és a legjobb 8 pedig kapott egy műhely látogatásával lehetőséget, tehát egy kis kedvességgel a műhely látogatás és a szakmai információk mellett. Leginkább urak vagy hölgyek érdeklődnek ez iránt, a játék iránt, ami egyébként annyira nem is csak játék. Nem is csak játék, ez tulajdonképpen komoly munka, hogyha így nézzük. Elsősorban urak szoktak ez iránt érdeklődni, már van néhány hölgy is, aki lelkesen dolgozik. Hát úgy tűnik, hogy az uraknak több idejük van erre, vagy jobban érdekli őket, nem nagyon tudjuk, hogy miért van ez, de ez a tapasztalat. Miért éppen fél évente szervezik meg ezeket a műhelylátogatásokat? A jövőben is szervezünk várhatóan ugyanilyen játékokat, ugye fél évente vannak ezek a két hónapos játékok, fél évente kerülnek feltöltésre felvételek, nagyságrendileg általában 10 000 felvételt tudunk fél évente digitalizálni, illetve publikálni, és általában ehhez a publikáshoz kapcsolódik maga a játék szervezése is. És a jövőben is tovább fog működni ez a folyamat. Igen, hát ugye nyilván az a célunk, hogy az egész filmtárat beszkenneljük, és minden digitálisan elérhető legyen. Ez úgy tűnik, hogy ez még egy hosszú folyamat lesz, tehát a következő fél évben nyugodtan lehet játszani, georeferálni, és várunk mindenkit szeretettel a látogatásokon. Azt meg elfelejtettem megkérdezni, hogy ezeket az archív felvételeket honnan szerzik be? Ezek a polgári célú repüléseknek a felvételei, tehát ugye, mint a Földmérés Távérzékelési Intézet, ugye majdnem 52 évvel ezelőtt alakult. Gyakorlatilag a különböző feladatainkhoz készültek ezek a repülések, akár térképészeti célra voltak, amiket vadszámlálási célból készítettek, kutatási célra, illetve egyéb területek, mondjuk olajfolt térképezés volt a Dunán, ami ilyen kiemelendő érdekes dolog, és ezért készültek. Van a katonáknak is egyébként egy ilyen légi felvétel archívuma, de az teljesen más ettől különböző. Ez a légi felvétel a 10. kerület Kőrösi Csoma Sándor úti részéről készült 1979. augusztus 31-én. Ezzel a képpel valószínűleg András is találkozott, mivel ő kőbányai színekben indult a versenyen. Kőbányáról jöttem, és hát egy éve, másfél éve csinálom. A szakmában tanulok, úgyhogy hát innen egy kicsit, meg úgy hobbiból is így mindig is érdekelt, hogy bizonyos területeken mi volt régen, meg inkább ebben az irányban érdekel. Mennyire nehéz a képeket referálni, georeferálni, szerkeszteni? Milyen jellegű képeket szoktál leginkább szerkeszteni? Hát vannak nehezebbek is, vannak könnyebbek is, attól függ, hogy milyen pontosan van lerakva, de hát olyan... Tehát, hogy nem olyan nehéz igazából. Tehát, ha az embernek van egy kis jártassága a dologban, előbb-utóbb belejövünk, ugye, akkor könnyű lesz. És hát van bennem egy ilyen lokálpatriotizmus, úgyhogy legtöbbet kőbányai képeket szoktam referálni. Na, erről mesél nekem egy picikét, hogy minek a környékén szoktál képeket találni és referálni? Hát például én a Ligettelken lakom, a önkormányzattól nem messze, és inkább ott a környéken szoktam, ami van, illetve hát így járom az országot így a térképen virtuálisan, úgyhogy amit így találok, és akkor azokat szoktam így referálni inkább. Kőbányán egyébként sok kép található? Vannak foltok, ahol kicsit kimaradtak, ott a Mázsatér környékén vannak üres helyek, de egyébként sok van, igen. Az ismeretségi körödből sokan játsszák ezt a játékot? És egyébként azt beszéltük az előző interjúban, hogy valahol ez nem is egy játék, hanem egy kemény munka. Hát igen, attól függ, milyen szinten veszi az ember, de lehet munka is, tehát az ember érez egy kis kötelességtudatot is, hogy ezt csinálja, de szerintem szórakoztató is emellett, és hát van egy-két ismerősöm, aki ezzel foglalkozik, például apukám, barátok, így ilyen körökben. A mai műhelylátogatásra miért jöttél el? Hányadik lettél? 8. lettem, és hát nagyon-nagyon érdekel egyrészt szakmai szempontból is, tehát hogy lehet ezzel fog foglalkozni, úgyhogy egy kis tanulmányi túra is. Úgyhogy ezek után most már mondd el nekem, hogy mit tanulsz, és mi szeretnél majd lenni. Földmérést és térképészetet tanulok, és földméréssel akarok foglalkozni, de a fotogrammetriai irányzat is nagyon érdekel. Mint Andrástól megtudtuk, a felvételek referálásához csak egy kis kitartásra és körültekintésre van szükség. Az ember hamar belejön, kis idő múltán tudja, hogy mikre kell odafigyelni egy-egy fotó szerkesztésekor. És ami a legjobb, hogy ezzel a játékkal nem csak önmagunkat szórakoztathatjuk,
látjuk, de még a témával foglalkozó főosztály segítségére is lehetünk.